Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves nézőink! Mai műsorunkban a Boldog Apor Vilmos Katolikus Főiskola nemrég megalakult karáról lesz szó, majd dr. Barsi Balázs atya nagybőti elmélkedésének folytatását hallhatjuk. A Székesegyházi Kórusiskola mellett már egy éve működik Vácon az egyházkarnagy képzés az Apor Vilmos Katolikus Főiskola keretein belül. Az itt tanuló hallgatók nem csak egy államilag és egyházilag is elfogadott diplomát kapnak majd, hanem mind hitben, mind zenei tudásban megerősödve, képzett szakemberként irányíthatják a rájuk bízottakat. Aki a magasságbelinek oltalmában lakózik, a mindenható árnyékában mondja az Úrnak, menedékem van és várom. Istenem, kiben bízom én. Az egyházzenei képzés terén nagyon nagyszerű lehetőségeink vannak itt Vácott. Először is működik a Székesegyház énekkara, a Szent Cecília Kórus, amely az ország legnagyobb egyházi énekkara. Nemrégiben beszámoltunk arról, hogy a Karolina iskola keretében létrehoztuk a Székesegyház gyermekkórus iskoláját. Működik ezek mellett az egyházmegyében a kántorképző tanfolyam. És most, mint negyedik intézmény, amely megkoronázza mindezt, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán elindítottuk egy évvel ezelőtt az egyház karnagy képzést felsőfokon, főiskolai szinten. Egyházzenei képzés természetesen máshol is zajlik az országban. A mi főiskolánkon folyó oktatás talán abban különbözik a többitől, hogy a gyakorlati profilt hangsúlyozzuk. Gyakorlati feladatokra konkrét gyakorlati képzést folytatunk. Ez abban nyilvánul meg, hogy liturgikus gyakorlat órákon vesznek részt növendékeink a Székesegyházban, ami egy szentmise keretében történik szombat esténként, illetve megtanulnak a zsolozsmán zsoltározni és a liturgia hórárumnak, a zsolozsma liturgiájának a szertartását vezetni. Akik nálunk végeznek, tudni fognak orgonálni, énekelni, vezényelni, nem elsősorban imádkozni és keresztény életet élni. Jelenleg otthon van most egy kis egyházi kamarakórusom, és úgy gondoltam, hogy mindenképpen szeretnék szakképesítést szerezni erről a hivatásról is. Régebben nem tudtam volna mást magamnak elképzelni, csak azt, hogy pedagógus lehessek. Egyszer helyettesítettem a helyi kántorunkat egy hétköznapi szentmisén, és nekem ez nagyon megtetszett ez a hivatás. És ami miatt Vácra jöttem, az pont abból adódik, hogy itt főiskolai képzést kapunk, és valóban ezt látom, hogy a tanáraink és pedagógusaink annyira azon fáradoznak, hogy belülünk professzionális szakemberek legyenek, hogy ezért mindent megtesznek. Ami nekem meglepő volt a képzésben, hogy minden szombaton itt vagyunk Vácon, és általában egy levelezős szakról azt kell tudni, hogy vagy két hetente járnak a hallgatók oda, vagy pedig havonta. Itt Vácon minden héten van, de a fél év alatt mindannyian megtapasztaltuk, hogy erre nagyon nagy szükségünk van, ugyanis rengeteg gyakorlati tárgyunk van, ami mind azt szolgálja, hogy belőlünk jó szakember válhasson. Gyakorlatilag ennek a képzésnek az is egy célja, hogy felkeltse a vidéki egyházközségek figyelmét és arra, plébános atyák figyelmét arra, hogy a már kihalóban lévő kántor szakmát újra tudjuk éleszteni így a rendszerváltozás után több mint 20 évvel, mert ennek sajnos vidéken nagyon kevés hagyománya van, 90-es évek óta gyakorlatilag nincsen, és a legfontosabb célja, hogy amit mondottam, hogy méltó legyen ez a liturgiához ez a szolgálat, és a kántori funkció maga egy nagyon sokrétű dolog a
liturgiában. Kell tudni a hangszerrel, az orgonával megfelelő színvonalon bánni, a népének vezetés, kíséret, hangszeres kíséretet, vagy éppen szólóénekest, valamint a karvezetés is egy nagyon fontos, számomra legfontosabb, amiért idejöttem erre a főiskolára, hogy a karvezetésben is kapjak egy komoly képzést. Így ehhez nagyon szükséges a szolfézs, a zeneelmélet, a hangszerismeret, valamint a karvezetésben való jártasság, és azt hiszem, hogy ezeknek az összefoglalója egy komoly egyvelege a célja ennek a képzésnek. A hallgatókat végig vizsgálva, végig beszélgetve elmondhatom, hogy mindegyik növendékünkben ott élt a vágy egy magasabb szintű zenei képzés megszerzésére. Meg is voltak az alapjaik, és nagyon komoly motivációt láttam én is, hogy ezek a tanulók tényleg tanulni akarnak, tényleg többet akarnak a zenéről, és konkrétan az egyház zenéről is tudni. Ami mindegyikben közös volt, hogy ezt egy egyház zenén keresztül tudják szolgálni, hogy minél jobban megismerjék a liturgikus zenét, és ezen keresztül a liturgiának a szolgálatát. Mi ezt próbáljuk erősíteni és tovább plántálni a hallgatóinkba, hogy a világ legnagyobb eseménye a Szentmise. És ennek a nagy eseménynek ők közreműködői, Jézus meghívja őket, hogy igenis legyenek ott ezen a liturgián, és közvetítsék az ő szavát, az ő üzenetét a zenén keresztül. Tanulóinknál a motiváció nem csupán az, hogy ők szeretnék egyházzenei tanulmányaikat minél magasabb szintre emelni, hanem a tanári karral egyetértésben közös nevező és közös szemléletmód számunkra az, hogy mindezt szeretnénk az evangelizáció szolgálatába állítani, vagyis az egyházi zene által, mint eszköz által másokat is szeretnénk Istenhez közelebb vinni, a jó Istennel való kapcsolat örömét minél többekkel megéreztetni. Közel 10 éve kántorkodom, és a legfőbb célom ezzel az iskolával nekem az volt, hogy diplomám is legyen, kántori diplomám, hogy tovább képezzem magamat. Mert hát a kántorképző tanfolyam előtt, amit Baján végeztem el, én zongorázni tanultam, azt hiszem, hogy 8 évig, és hát a zeneelméleti képzésem az igencsak kevés volt, úgymond. És hát a kántorságban ugye, mint a karvezetés is beletartozik, és hát ehhez kellett egy újabb iskola. Tehát a Váci kantorképzőbe én azért jelentkeztem eredetileg, mert részint zenei családból is származom. Másrészről a zene mindig érdekelt, és éppen emiatt elkezdtem a kántorképzőt már Szegeden. Azután az egy főiskolai képzés volt, ami nekem azért lett volna jó, azért jó, mert ha ezt tudom itt folytatni, akkor egy mester ráképzéssel tanárként is tudok ezzel majd működni. Én magam tanár vagyok, piaristáknál tanítok, és egyelőre még csak egy szakos vagyok, de hasznos lenne, hogyha más szakokat is föl tudnék hozzávenni. És ez az egyik lehetőség, hogy tanárként is működjem. De ugyanakkor itt nem csak arról van szó, hogy én pusztán kántor képzést végzek, hanem ez egy kántor karnagyképző is, tehát van benne
karvezetés óra is, ami nekem lehetőséget ad arra, nem csak azt, hogy az iskolai kereteken belül hivatalosan, mint tanárként működjek, hanem bárhol, mondjuk a diákokkal való foglalkozás területén egy kórust föl tudjak állítani, vagy velük szabadon más zenei elfoglaltságot tudjak szervezni. Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy ők nem csupán a saját döntésük miatt tanulnak itt Vácot, hanem beszélgetve velük, úgy látom, hogy valószínűleg az Isten akarata is ez az életükben. Ezért a mi feladatunk, tanároknak feladata nem csak az oktatás, hanem az egyházzenei hivatás gondozása is. Az intézménynek én elsősorban a szakmai felügyeletét végzem. Azonban, mint lelkipásztor, azzal is igyekszem törődni, hogy a megfelelő lelkiség, a megfelelő szellemiség és szemléletmód is jelen legyen, nem csak tanáraink életében, hanem az itt végző növendékeink szívében is. A plébánosnak, a papnak, a komoly munkatársai lehetnek az itt végzett hallgatók, hiszen liturgiában és hittamban is jártas emberekről van szó. És egy ilyen képzettségű, egy ilyen diplomás ember nagyon sokat tud tenni a plébánosa mellett az egyházközség életében. Zenei közösségek összetartása, alapítása, kialakítása, a hittanóráknak, ifjúsági hittanoknak a színessé tétele, és valljuk meg őszintén, hogy az egyik leghatékonyabb pasztorációs eszköz a muzsika, a zene, és ennek a hatékonyságát lehet élvezni egy jól felkészült egyházzenésznek a működésével. Tehát egy nagyon stabil közösséget vagy közösségeket tud létrehozni, segíteni ennek a létrehozásában, ami tulajdonképpen az egyházközséget magvát adhatja. A Nagytarcsai Evangélikus Gyülekezetnek vagyok a kántora, immáron 6. éve, és hát azért jöttem erre a főiskolára, hogy legyen a kántorizálás ne csak egy idézőjelbe hobbi, mert én már 7 évig jártam az evangélikus kántorképzőbe, Fótra, hanem ebből legyen egy diplomám is, bár már nekem van egy magánénektanár, énekkamaraművész diplomám, amit Pécset tettem le 2008-ban, de most úgy gondoltam, hogy a kántorizálásból is legyen egy főiskolai papír, oklevél, arra is gondolván, hogy hát ha így a munkalehetőségek esetleg tágabbak, kedvezőbbek számomra, és hát az sem utolsó szempont, hogy rengeteg vak orgonista is volt ezen a világon, meg azt gondolom, hogy nem látóként nem lehetetlen az, hogy az ember odaüljön egy orgonapad mögé és orgonáljon. Nyilván több száz fős kórust nem fogok látássérültként vezetni, de nem is ez a célom, hanem az orgonálás, illetve hát az, hogy esetleg taníthassak akár kezdőknek szólfész zeneelméletet, akár zenetörténetet. Tehát egyfajta több lábon állás az nagyon fontos a mai világban. És még egy fontos dolog, amit nagyon-nagyon hiányolok, a mi egyházunkban legalábbis, amikor ide kerültem, akkor engem az lepett meg, hogy ennek a főiskolának lelkisége van. Tehát az, ahogy engem, és most ez nem itt a reklámhelye, tehát hogy ahogy engem Laci atya fogadott azzal a lelkiséggel, szeretettel, ahogy Sirák tanár úr fogadott az orgonaórákon, ahogy Verbai tanár úr, Verbai Zsolt fogadott a magán zongoraórákon, és az összes csoportos órákon, az azt gondolom, hogy példaértékű, és tényleg érzem itt azt a krisztusi szeretetet, meg azt a hozzáállást, ami azt gondolom, hogy egy keresztény elveket valló, értékeket valló főiskolán, azt gondolom, hogy ez így a normális.
A nagybőti idő az elhívásról szól. Arról, hogy Jézus Krisztus személyesen hív minket arra, hogy virrasszunk vele, mielőtt feláldozná magát, értünk. Az elhívás öröméről, fontosságáról és nehézségeiről elmélkedik dr. Barsi Balázs, ferences szerzetes atya. Szentírás szakos voltam, vagyok. Szerettem az elemzéseket, ma is tudományos könyveket olvasok, de testvérek, egy szöveget azért úgy is szabad nézni, ahogy van, mert millió és millió kereszténynek a Szentlélek ezzel sugal valamit. Tehát az, hogy azonnal felálltak ezek az emberek és követték Jézust, otthagyva apjukat, gyerekeket, asszonyt, mindent. Ha nem pontosan így történt, akkor is így történt. Mert ez egy egyedülálló találkozás. Ezek a galileai szegénysorsú férfiak Jézus honfitársai. Szegények, például a hálót foltozgatják, nem lehet mindig újat venni. A tengerből élnek. A munka a sorsuk, és az is marad, amíg dolgozni tudnak. Semmi felemelkedés. Az élet monoton egyhangúsága és valami sorsszerű szürkeség borítja be őket. Férfiak, a lányokba belenevelik, hogy te olyan szép vagy, te olyan jó vagy. Őket korábban munkára fogták. Lefutott egy kicsit a szerelem ideje is. És most soha semmi se fog történni. Nézem ezeket a szakállas, kemény arcú embereket, olyanok, mint bármelyik köműves segéd, János ott kis fiatal legényke, nem sejem fiúk, munkától, gondoktól edzettek, kicsit elszürkültek. Hát ezeknek a férfiaknak is, ha hisznek ma, indulni kellene, mert ezek elindultak és teleszórták hitükkel a római birodalmat. Jézus közeledik feléjük. Testvérek, ezt nem lehet úgy leírni, hogy egyik ember találkozik a másikkal. Itt valóban egy ember találkozott a másikkal. De Newman bíboros, boldog John Henry Newman figyelmeztet. Az evangéliumok főszereplője a názareti Jézus, aki Isten. És ilyen nem történt még a történelemben. Ha a kutya megérzi azt, hogy a gazdája haragszik rá, akkor ezek az emberek megérezték, hogy Isten van jelen. Hogy egyszer a történelemben, ezen a két ablakon keresztül a Teremtő Isten nézett ránk. Ezt nem lehet leírni. Csináljanak sok szép filmet Jézusról, mindegyikben van valami szép mozdanat, de abszolút kudarca van ítélve. Lehetetlen. Azt szól hozzájuk, aki teremtette őket, aki öröktől fogva szereti őket. A hangra arcuk elváltozik, mintha egy új szerelem, egy barátság érni őket, de ez nem szerelem, ez nem barátság. A Teremtő szól a teremtményhez. És itt vége a szabadságnak. Nem szabadok. A meghívás történetnek van egy szerkezete. Az utolsó mozzanat az, hogy ott hagynak mindenüket és mennek. Ha nem hagyják ott mindenüket, akkor nem prófétának és nem apostolnak hívta őket az Úristen. Erről írtam meghívás történet. A gazdag ifjút nem papnak, meg szerzetesnek, meg apostolnak hívta. Kereszténynek hívta, mert nem ment. Ezek a klasszikus meghívás történetekben, és ennek is van mondani valója, az, hogy itt vége a szabadságnak, pontosan beérett a szabadság. Mi úgy szoktuk meghatározni a szabadságot, és ez iszonyatos következményekkel jár, hogy választási képesség a jó és a rossz között.
nem igaz. Akkor az Isten nem szabad, mert ő nem tud rosszat tenni. Az ősbűn előtti állapotba meg kellett kaparni az embernek ezt a képességét, hogy elrongálódjék. De a paradicsomi állapotban nem választási képesség a jó és a rossz között, hanem egy változó időben mindig a jó választása. Az emberi akarat, isteni akaratban működik normálisan. Azt mondanám, hogy a szabadság a szerető képességünk komponense. Mert ha ez nem lenne benne, akkor gép lennénk. A gép pedig nem tud szeretni. Erre való a szabadság. Az már, hogy tudok választani jó és rossz között, az már a választások világa, az egy alsóbb rendű világ. Isten ennek a bukott embernek adta a 10 parancsolatot, ha választania kell, akkor ezt választani a másikat. De mi nem zsidók vagyunk. Krisztus a törvény fölé emelt minket. A szenteknek nincs 10 parancsolat. Akkor lenne, ha megkísértetnek. A kegyelemben élnek. Élek én, de már nem él, hanem Krisztus él bennem. Valamit mondanak ezek a meghívás történetek erről. Péter vállalkozása, hogy ösztönösen visszamegy a galileai tengerhez, egészséges, de reménytelen vállalkozás. Mert nem ugyanaz a helyzet. Senki sem léphet ugyanabba a folyóba kétszer. De azért az Úr mégis ott állt a parton. Veszélyes is visszamenni a múltba, erre tessék figyelni. Jézus irgalma nélkül életveszélyes visszamenni a saját múltunkba. Júdás valószínűleg Jézus irgalma és szeretete nélkül ment vissza a közelmúltba, és hirtelen meglátta gyalázatos tettét, ami őt kivégezte. Péter nem így. Péter abban a metsző hidegben, abban az éjszakában, amikor ott fűtőzött, és amikor megtagadta Jézust, ott maradt. Hová menjünk, Uram? Testvérek, bármilyen bűnösek vagyunk, maradjunk ott. Második házasság, hát nem tudunk rajta segíteni. Szeresd azt az egyházat, amely nem teszi magát Krisztus szava fölé, de maradj itt, ahol Jézus van, bűneiddel is, maradj a szent egyházba. Majd egyszer talán megtörténik. Az Urat éppen arra vezették, megkötözve. Az Úr megfordult és rátekintett Péterre. Péter akkor visszaemlékezett, hogyan mondta az Úr, mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem. Kiment és keserves sírásra fakadt. Testvérek, egészen biztosan lehet rekonstruálni, hogy az Úr Jézus nem haragos szemmel nézett rá. Nem. Mert irgalmas. Nem is úgy nézett rá, hogy ugye megmondtam, hanem úgy nézett rá, hogy imádkozott érte. Péter, imádkoztam érted. Meg fogsz szagadni, elbuksz, fölállsz, és te erősíted meg a testvéreidet. Testvéreim, Krisztus imádkozott az egyházért, ez azt jelenti, hogy egy ontológiai, egy létbeli burok abban van az egyház. Itt vétkezünk, itt állunk fel, és itt találunk irgalmat. Jaj, annak, aki kimegy Krisztus imádságából. Péter benne maradt. Azzal az irgalmas tekintettel néz rá az Úr. És Simon Péter visszamenetele a múltba. Nem reménytelen vállalkozás, mert Jézus irgalmas tekintetével megy vissza. Sokan mondják, hogy atya, nem tudok magamnak megbocsátani.
Hát nem is lehet. Hát hogy lehetne? Ez olyan, mintha a hajadon fogva fölemeled magad a magasba. Magadnak nem bocsáthatsz meg. Az Isten bocsáthat meg neked. És nem a magunk szemével kell nézni magunkat, hanem Jézus szemével. Mivel érezték Péterben ezt a többiek, mikor azt mondta, megyek halászni, többiek meg azt mondták, mi is veled megyünk. A posztmodern ember, nagyon utálom ezt a kifejezést, ha 1 millió évet él még az emberiség, akkor poszt hányadikon. Ebben van az a gőg is, hogy ilyenek még nem voltak a Földön, mint mi. Az utolsó ítéleten nem csak Krisztus ítél meg minket, hanem az őseink is, akik azt mondják, hogy mit tettetek ti? Mit képzeltek ti? Hát azt olvastam, hogy a posztmodern embernek New York, Budapest külvárosába egy-egy csoportnak, akik Istenre soha az életben nem hallottak, egy új dolog jelent meg. Hát igen, legtöbbször a modernség az azt jelenti, hogy modern betegségek vannak. És az örök igazságot ennek megfelelően kell hirdetni. Nem az igazságot kell elferdíteni. Például egy ilyen súlyos betegség a mai emberiségnek, ami soha nem volt, hogy nincs szakralitás érzéke. Tehát megszűnt az, hogy szent idő, meg szent hely. Ez a modern fizikának egy rossz hatása, nem a fizika hibás, hanem nem értünk meg emberileg a saját találmányainkra. Tehát a mai ember úgy nézi, hogy miért lenne szent hely ez a templom. Fizika azt mondja, hogy ez nem tudom, egy másik épülettel jobbra van, vagy balra. Hát nincs rangja neki. Egy temető az nem szent. Ezért Sartre, az egzisztencialista filozófus, elment a barátja sírjához, miután eltemették, és lefisílte. Botrány? Hát egy negatív prófétai cselekedet. Nincs semmi se szent. Mi különbözteti meg egy közvécét, egy templomt? Nincs érzéke. Az időbe se. Mi az, hogy karácsony? Mi az, hogy húsvét? Mi az, hogy vasárnap? Nincs. Bármikor leihatjuk magunkat, feloldhatjuk az elménket, hát ez nem ünnep. Na most azt veszük észre, hogy azért ez egy őrülethez vezet. Nincs megkapaszkodója a mai embernek. Elmebeteg. És azt tudjuk, hogy egyfajta pszichológiai betegségben szenvedő ember pontosan azt teszi, ami neki árt. Tehát kitalálja, hogy nincsenek is kapaszkodók, nincs végső igazság, nincs végső jóság. És így úszik az egészbe, kiszolgáltatott. Mircea Eliade, ez a román tudós, azt írja, hogy azért a modern, posztmodern emberben van egy érdekes jelenség. Semmiféle Istenről nem tud, nincsenek ünnepek. De képes ilyenre, hogy 5 év múlva azzal a nővel, akivel most együtt van 5 éven keresztül, visszamegy arra az erdei ösvényre, és arra a kis padra, ahol először találkoztak. Mi ez? Megünnepli az évfordulót. Testvérek, azért az ember leronthatatlan, nincs igaza Luthernek, hogy mindenestül megromlott az ember, nem igaz. Isten képmása megmaradt, és ez a mi szerencsénk, ezért tudott szólni hozzánk, ami megváltunk. És íme a mai ember is, ha még marad benne emberség, egy újfajta szakralitást vett észre, hogy az a dátum, az különbözik mindentől. Hogy az a kis erdei pad az ott ragyog számára. És ez a keresztény szakralitás, hogy itt találkozott velünk, itt született, itt állt a keresztje.
Testvérek, a pogány szakralitás az más. Megjelenik mondjuk az istenség, vagy úgy tudja az a pogány ember, és akkor kövekkel megjelöli, mert az a szent hely, az, ott isteni elektromos áram van. Ha oda bemegy, akkor fejbe vágja az Isten. Ezért áldozatot kell mondani, mosakodni, és csak úgy lehet belépni. Ez az Ószövetséget is megfertőzi, még a kereszténységet is. És íme egy tisztulás betegség után kiderül, hogy a keresztény szakralitás nem ez, hogy egy olyan szent ér, amiben az Isten büntetni tud, meg agyonvágni, meg szent áramot belénk vezetni, villámot, hanem itt állt a keresztje. Itt van az ő szent teste. Az örvények ellen, a pszichológiai örvény ellen meg kell kapaszkodni abban, amit mindig is tettünk. Ilyenkor valamit tenni kell, szinte belegondolás nélkül. Hiszen ha belegondolnánk, akkor nem tudnánk megkapaszkodni. Megyek halászni, mondja Péter. Péter bűnös ember, mint mi, de egészséges lelkileg. Júdásban van valami egészségtelen. Jó, hogy kimondja szörnyű tettét, elárultam az igaz vért, de az igaz vér érte és sokakért kiontatik. Jó, hogy odavágja a főpapoknak a pénzt, de nem jó, hogy elszakad a többitől, nem jó, hogy önmagába roskad, visszautasít minden cselekvést, megy a Hinnom völgyébe, hogy felakassza magát. Nem szabad ennek az örvénynek engedni. Tenni kell valamit. Megyek halászni. És itt a másik szólam. Isten adta a munka parancsát. Nem a kábítószerhez kell nyúlni, az nem segít. Sem az ital, sem valami tombolás. Az ébredés annál szörnyűbb, hogy őt eltemettük. Hanem egyszerűen dolgozni kell. Bocsánat a személyeskedését, ahogy édesanyám, szeretett apám halálakor főzött, sütött is, megvendégelte a vendégeket. Hát enni kell, és ahhoz, hogy együnk, ki kell venni a halvkonzervet a hűtőszekrényből, vagy a galileai tengerből. Tudva, tudatlanul ilyenkor az ember engedelmeskedik Istennek, aki megparancsolta az embernek, hogy művelje a földet, ha földműves, halászon, ha halász. Egyébként láttam olyan mesterembereket, akik úgy dolgoznak, nem nagyon hívő. A munkájában van valami szentséges. És hány keresztény slendriánul, becstelenül dolgozik. A názareti Jézus dolgozott. Mivel a munka Isten parancsa, ezért tulajdonképpen Istennek engedelmeskedik. Nem munkalázról van szó. Az egyfajta kábítószer. Tegye azt az ember ilyenkor, amit mindig tett. Mert tenni kell valamit. Ott van bennük nagy csütörtök intimitása. Ez egy isteni intimitás. Ott van nagypéntek borzalma. János ott állt a kereszt alatt, és mindent elmondok neki. Mindezt nem lehet elviselni. Egyszerűen dolgozni kell, és valahogy várni. Megyek halászni. És itt jön az isteni többszólamúság. Ösztönösen, a szentekben, a nagy szentekben van valami hallatlan ösztönös. De lelki ösztönök vannak bennük.
hogy oda megy vissza Péter, ahol először találkozott Jézussal. Az efezusi egyháznak azt üzeni, az Úr a jelenések könyve szerint, van egy kifogásom ellened, hogy elhagytad első szeretetedet. Talán erre való a lelki gyakorlat, vissza a primíciás oltárhoz, vissza azokhoz a percekhez, amikor az eskü szavát kiejtettétek, amikor a házasságotok szentségé vált, vissza azokhoz a percekhez, amikor az Úr az ő végtelen irgalmával megmutatta dicsőségét. Amikor a galileai tenger mellett járt Jézus, látott két testvért, Simont, aki más néven Péter, és testvérét Andrást. Halászok voltak, hálót vetettek a vízbe. Így szólt hozzájuk, jöjjetek utánam, én emberhalászokká teszlek titeket. Ők mindjárt ott is hagyták a hálót, és csatlakoztak hozzá. Folytatva útját, másik két testvér pillantott meg, Zebedeus fiait, Jakabot és testvérét Jánost. Atyukkal Zebedeussal éppen hálóikat foltozták a bárkában. Hívta őket is, mindjárt ott hagyták atyukat a bárkával, és nyomába szegődtek. Visszamenni az első szeretethez. Ott vár Isten. Milyen jó, hogy ő nem változik. Hogy ő akkor is ugyanúgy szeret, most is, mint azelőtt. Testvérek, van egyfajta keresztény nyafogás, hogy hát most nem érzem mit? Isten jóságát, a lelkesedést. Nem mindig kell azt érezni. Isten most is ugyanúgy szeret. Kedves nézőink, műsorunk ezzel véget ért, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!